Nyíregyháza megyeújuló város önkormányzatának célja a klímavédelem vonatkozásában, hogy hosszú távon élettel teli, fenntartható, jómódú, színes város legyen, ahol az emberek egészséges környezetben élnek, miközben a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek. E jövőkép megvalósításáért a településfejlesztési koncepcióban három átfogó fejlesztési célt jelölt ki, melynek egyike a környezettudatos város, energiahatékonyság és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Ennek része a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, valamint az épületek energiahatékonyságának növelése, a bel- és csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése is, illetve kiemelten a zöld területek megóvása, további fejlesztése, a környezettudatosság ösztönzése. Az egyes beruházások, pályázatok előkészítése során a döntési folyamatokban elsődleges szempont a klímavédelem kérdése. Nyíregyháza kerékpárhálózata kiterjedt, hossza meghaladja 77 kilométert. Megépül továbbá a várost Tokajjal összekötő kerékpárút eddig hiányzó 21,5 kilométer hosszú szakasza. Mindez biciklizésre motiválja a helyieket. A kerékpáros közlekedés részaránya Nyíregyházán 11%, ami a nagyvárosokhoz viszonyítva átlagosnak mondható, viszont kiemelkedő például Budapest 1-2%-os értékéhez képest. A gyaloglás részaránya 30%, ami ugyancsak jelentős. Cél a meglévő kerékpárút hálózat továbbfejlesztése, s a tervek között szerepel a kerékpáros és közösségi közlekedés összekapcsolásának lehetőségének biztosítása B+R Bike and Ride kerékpártárolókkal. Nyíregyháza erőfeszítései többször elismerték, 2010-ben is elnyerte a kerékpáros barát település díjat, melynek alapjául több uniós és hazai finanszírozású pályázat megvalósítása is szolgált. Az önkormányzat több mint 1,5 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyert a Zöldváros kialakítása Nyíregyháza területén című pályázat megvalósítására a fenntartható fejlődés jegyében. Ennek részeként például a zöld felület frissítése mellett a Besenyei téren szökőkút kapott helyet, s egy 500 méter hosszú futópálya is készült. A Benczúr téren a megújult játszótérnél szociális épület létesült. Az Arany János utca átfogó fejlesztése ütemezett fakivágással, növényesítéssel valósult meg. A Pazonyi tér park rekonstrukciója a növényállomány cseréjével, ültetéssel, pihenőpadok szemetes szelencék kihelyezésével történt meg. A Bújtosi Városliget rekonstrukciója során megújult a zöld felület és a játszótér, akadálymentes mosdó létesült, átépültek a meglévő salakos burkolatok, tanösvényi szórakoztató elemeket helyeztek el. A Városligetben körülbelül 1,5 kilométer hosszú futópálya és 2 röplabdapálya is létesült, stégek, piknikpadok, tűzrakóhelyek jöttek létre. Egy másik, sikeres projekt keretében pedig a belvárosi, úgynevezett kiserdők területe újult meg. A friss játszóteret és gyalogutat fasorok, facsoportok szegélyezik, cserjesorok határolják. A kedvező város klímáért árnyékoló lombhullató, többszintes zöld felületeket létesítettek. Együtt egy szebb városért. Ez az önkormányzat tulajdonában álló NyírVV Nonprofit Kft. Jelmondata. Sokszínű tevékenységük fontos része a köztisztaság biztosítása mellett, például a virágos parkok létrehozása, gondozása, sétányok, utak, járdák karbantartása, építése. Rengeteg akciót szerveznek a lakosság bevonásával, például önkormányzati intézményekhez kerülnek a közterületekről felszedett virághagymák, faöntöző zsákokat telepítenek. Kiemelkedik a Parlagfőért virág város szépítő akció, a Virágos Nyíregyházaért akció jelentős mennyiségű balkonfölddel, az Ültess egy fát a holnapért program, az Új életfa akció az újszülött nyíregyháziak tiszteletére. Szintén egy sikeres pályázat részeként valósult meg a volt Vajj Ádám laktanya rehabilitációja. A projekt keretében modern militári játszópark, valamint kresszpark is született, a zöld felületi fejlesztés során bográcsozó helyeket, piknikezésre alkalmas tereket, sétányokat is kialakítottak utcabútorokkal, játékokkal. Egy újabb jelentős a Sóstó-Gyógyfürdői városrészt érintő uniós pályázathoz kapcsolódó beruházás célja a meglévő fő turisztikai attrakció kiegészítése volt újszerű vonzerőkkel. Ennek egyik eredménye a látványos szökőkútpark, az Aquarius élményfürdő és a Hungest Hotel Sóstó szálloda közötti parkban hang- és fényefektekkel, valamint kapcsolódó térrekonstrukcióval. Ezzel párhuzamosan a tófürdő előtti és a székelykapu előtti meglévő szökőkutak összekötése is új színfoltja lett Sóstónak. A számos programelem közül kiemelkedik a zöld felület rekonstrukciója minőségi fejlesztése öntözőhálózat telepítésével. A nagyszabású folyamat részeként 80 lombhullató és örök zöld fát, közel 2000 cserjét és 500 évelő növényt ültettek el, miközben több mint 27 000 négyzetméteren történt gyepesítés.
Az önkormányzat minden évben több alkalommal szervez a környezettudatosság és fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, eseményeket. Ezek között például egyedi és évtizedes hagyománya van a gyakorlatias, szemléletformáló szelektív szombatnak. Az önkormányzat 2021-ben már 20. alkalommal rendezte meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Nyíregyháza éves sportnaptárában szeptember utolsó szombatja a Bringaváros időpontja. 2018-ban rendezték először az ingyenes sporteseményt, melynek célja a városi kerékpáros közlekedés, egyúttal az egészséges életmód népszerűsítése. A résztvevők a közel 80 km városi kerékpárút hálózat felfedezésével eljuthatnak a különböző városrészekbe, és pecséteket gyűjtve ajándékokat kapnak. Megyeszékhelyként a városon kívüli kerékpáros közlekedés népszerűsítése is kiemelt feladat. Ennek kiváló tere a Nyíregyháza-Tokaj között megépült kerékpárút, melyet szabadidős célok mellett gyakran használnak a városon kívül élők a napi munkába járásra is. 2018-ban indult az első, közel 1000 bringásból álló csapat, 2022. májusában immár 5. alkalommal rendezték a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról indul és Tokajig tart. A start a Kossuth tér, a cél a fesztiválkatlan, programokkal, útközben piknikpontokkal. Nyíregyháza is csatlakozott az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló népszerű Bringázza munkába szemléletformáló kampányhoz, ezzel is elősegítve az autós forgalom csökkentését, a város is kapcsolódott a Critical Mass rendezvényéhez, amely népszerűsíti a kerékpározást. Kerékpáros örökségtúrák szervezése is történik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Által. A szezon egy közel 40 kilométeres nyíregyházi város történeti bringa körrel indult áprilisban, mely során a megyeszékhely kulturális és természeti örökségét ismerhették meg az érdeklődők, nem csoda, hogy az aktív kerekezők száma évről évre nő a városban. Nyíregyháza is részt vett egy a Duna Transnacionális Együttműködési Program által finanszírozott nemzetközi projektben, ami a CityWalk nevet kapta. Ebben 9 országból 16 partner dolgozott együtt azon, hogy gyalogos barátabbá tegyék városuk közlekedését. Ez nyerte el a leginnovatívabb regionális projekteknek kiosztott európai díjat 2019-ben, a RegioStars közönségdíját Brüsszelben, amely a városok sétálhatóvá tételét és így a zaj- és széndioxid csökkentést célozta meg. A polgármesteri faültetési program évek óta nagy léptékben zajlik a megyeszékhelyen, melyből nyíregyházi cégek, vállalkozások és civilek is kiveszik a részüket. Ezáltal rengeteg új ültetésű fa és cserje gazdagítja a várost annak különböző pontjain. Nyíregyháza levegőjének tisztábbá tétele is motiválta a városvezetést, amikor az autóbuszflotta felét lecseréltek gázüzemű, úgynevezett CNG járművekre, amelyhez töltőállomást is építettek, környezetbarátabbá és kényelmesebbé téve a közösségi közlekedést. 250 darab elektromos rollert is biztosított az önkormányzat a városlakók részére, valamint elektromos robogókat is beszereztek. A Sóstó gyógyfürdőt komplexen fejlesztő projekt keretében pedig kerékpár kölcsönzőt alakítottak ki, illetve 15 darab elektromos kerékpárt is beszereztek, amely az aktív turizmus erősítését segíti elő a nemzeti gyógyhelyen. A folyamatos igyekezet eredményeként Nyíregyháza már korábban elnyerte a hulladék gazdálkodásért az Aranyhangya, míg a város szépítésért az Arany Rózsa díjat, s volt a WWF Földórája Fővárosa cím birtokosa is. A nem teljes áttekintés után összességében elmondható, Nyíregyháza megyejugú város önkormányzata kiemelten fontos szerepet szánt most és a jövőben is a településen élők életminőségének javítására, a fenntartható közlekedés fejlesztésére, a kerékpárral közlekedő számának növelésére.